finom sütemény gyártását ma már korszerű, kevés emberi munkaerőt igénylő gépsorok végzik. A berendezéseken óránként 3000-6000 darab tészta készíthető a termék alakjától, méretétől és tömegétől függően. A finom sütemény gyártásának első művelete a tészta előkészítése. A technológiai folyamat előkészítő eszköze a tésztanyújtógép. A tészta előnyújtás után innen kerül a gépsorra. A tésztaszalag végleges vastagságát próbamérések alapján beszabályozzák. Az előnyújtott tészta a nyújtóhengerek között elnyeri végső vastagságát. A feldolgozó szalag a tésztát a körkések alá viszi. A körkések a tésztát csíkokra vágják. A gépsor kiegészítő szerkezeteivel gyártható más méretű és formájú termék is. Ilyenkor a körkést más méretűre vagy alakúra kell cserélni. Az olyan termékeknél, amelyeknél a tésztaszalagot porszerű töltelékkel kell fölcsavarni, a körkéseket nem használjuk. A tészta csíkokra vágása után az egyenetlen tésztaszél gyűjtőládába kerül. A tésztaszalagra permetezett víz fokozza a töltelék tapadását. A vibrátoros adagolóból a tésztára hulló töltelékkel, például a kakaóval együtt a tésztát egy henger hosszirányban fölcsavarja. A fölcsavart, töltött tésztát a keresztvágó kés fölszereteli. A kés mozgása, a vágás gyakorisága, tehát a szeletek vastagsága szabályozható. A keresztvágó kés feladata a már hosszcsíkokra vágott tészta feldarabolása is. Így készül például az ízes táska vagy a túrós táska. A balesetek elkerülése érdekében a gépsor leáll, ha felemelik a kés védőlemezét. A pépes töltelékeket, a lekvárt, a túrót dugattyús adagoló nyomja a tésztalapok közepére. A töltelék mennyisége az adagoló dugattyú löket hosszával szabályozható. A finom sütemények alakítása a lemezre rakással fejeződik be.
A lemezrakó szerkezet ezt a munkaigényes műveletet automatikusan végzi. Elegendő az üres lemezt a gépbe helyezni, majd töltés után azt onnan kiemelve kocsira tenni. Fontos, hogy az elektromos és gépi szerkezeteket képzett szakember ellenőrizze, és ha kell, javítsa.